Sziasztok, Wilder vagyok. Zia, mi a szar ez? Hogy tudtad így kiheréni ezt a rohadt játékot? Mondd már meg nekem, hogy... Mégis mit műveltél? De ami 7 perc alatt módosítottad így... Atya úristen, 7 perc alatt módosítottad ezt a játékot? Olyan... Átküldte nekem így néhány nappal ezelőtt ezt a Mega Man 3 hacket. Most kérdeztétek, hogy ebben mégis mi olyan különleges a zenén kívül. Mindjárt meg fogjátok látni, mire gondolok. Előre figyelmeztetek mindenkit, hogy szerintem én így sírni fogok a rögéstől. Az amúgy úgy néz ki, mint Erik, ezt ő maga mondta, de... Szerintem már feltűnik, hogy mi a helyzet ezzel, de mindegy, figyeljtek, hogy mi fog történni. Saját magamat nem ki. Miért? Amúgy így legalább kihívás lesz végigvenni a pályákon, mert így baszott gyors vagyok, általában bele fogok rohanni 1-2-300 tüskébe. Viszont Sparta az miért sebezett ennyit? Szóval így figyeljétek meg, hogy menj már lesz, hogy nagyon nehéz dolgom lesz. Ez most túl nehéz, nem baj, tovább mész. Nem tényleg abszolút nem értem, hogy Zianok mi a fasz baja volt, amikor ezt megcsinálta. Hát most... Megamentő... Priceless, komolyan. Ugye meg fogok halni, de úgy... Abszolút ezt szarok bele. Banzai, túléljük! Menjél! Azaz. Fogunk más is játszani ebben a videóban, csak... nem volt ötletem, hogy mivel kezdjem, értitek? És konkrétan az energész kellett. Nem volt semmi ötletem arra, hogy mit csináljak, amíg most csend van, mert most végre lett egy kis csend, és... Jelenleg ilyen végigjátszásos tervem nincs, azaz kóan ilyen gyorsan fog lőni. Ez azért a... Szépen elbasztam, ezzel úgy fasság, na mindegy. Meg kéne azért csinálnom legalább két pályát. Azt kihagytam a boss-t! Vagyis mini boss-t, vagy mit boss-t, vagy tök mindegy mi a neve. Ezt... Úristen, eltalálta. Menjél már rá arra a... Hiperaktív kurva életbe! Menj már rá arra a... Igen? Ne, menj már rá! Paprikás chips! Hát nem igaz. Kaukázus is! Fosatos kefir! Mi a f... Ástam az ellenfélre, és nem sérültem meg, hanem kirakott mögé, vagy elé. Úristen! Ezt játékot kivég... Zia kierélte, én meg... Nem, ez... Erre nem mondok semmit. Úristen, most összeinkszerűen tovább jutottam. Gyerünk. Ez az, energia. Na hát, itt... Ah! Sikerült, megcsinálom. Menjél, úgy. Dual barrel! Yeah! Legalább ő nem lett olyan hiperaktív, mint Mega Man, vagy is Erik, vagy... Állj! Az ott most egy... Nem akarok belegondolni. You gonna die, motherfucker! Valahogy így. Ez az, tudok végre forogni. Top shop, top spin, top szar! Menjünk tovább. Itt precíz platform ugrásokat kell végrehajtanom, amiből következtethetünk arra, hogy oh my god, ez itt egy kicsit nehézkes lesz. Na. Kis gengrét protomennek, aki szintén meg a meneket lő. Annyira hülye vagy, Zia, miért? Ja, hogy ugye a saját lövéseim azok... Konkrétan majdnem utolértem. Hát ez így...
Ez így tök jó, hogy így konkrétan kihagyom az ellenfeleket, atyám. Hát az ott majdnem sikerült. Na, igen. Wolf. Na, kitűnk a checkpointnál. Checkpoint, checkpoint. Na, és akkor itt lesz az, hogy jaj, bazd meg. Úgy egy energiám volt. Jó kicentisztem. Most azt teszem, hogy valamit elfejtettem boltban venni. És erről következtetek arra, hogy valamit elfejtettem a boltban venni. Hát ez nem normális. Is, az meg menjél, úgy. Hahaha, se le tudom győzni. Hát így nem, hogyha bedugrok. Ne ugorjál nagyot! Tök ne lőjél jobbra, néha jobbra. Mellé! Szar! Akkor is megcsinálok még egy pályát, nem érdekel. Mondjuk ezt. Jobb dolgom nincs, amúgy van, de mindegy. Be kell fejezni a remixet? Mondjuk már olyan készen van. Na. Domború végbényírás, készen az összeomlás. És akkor egy belső poénnal szórakozok. Nem baj. Itt pattog, nem vagy te Gerard meg Boing Boing. Vagy Gerard meg Rotty Rotty. Tényleg ez itt szép lett volna, hogy inkább fingik. Ilyen Boing Boing pattogó szarhangok helyett. Ilyen idióta dolgokról beszélek. Menj már le! Igen. Na, itt lesz az, hogy megvárunk egy platformot, és fuck that shit alapon tovább fogunk menni. Valahogy így. Hát nem éppen így, hanem valahogy úgy. Jó, itt a checkpoint, de jó. Megpróbáltam újra! Most kivételesen kedvező akciós áron. Azaz. Ismétlés úgy. Na és akkor ezt a Gerard meg Rotty-Rotty-t még így elintézzük. Túl gyors vagyok hozzá. I'm too sexy for my cat. Too sexy for my cat. Nem tudom, hogy nem találva a szövege. Kár, nem tudok felugrani, ez is szép lenne. Azta! A robbanás sebzett meg! Nem baj, akkor is ki fogom végezni. Már majdnem megtanultam kezelni, de még annyira nem, hogy sebzés nélkül megcsináljam. Húzottan be vagyok őve. Ó, az meg. Olyan precíziós ugrásokat kell végrehajtani, ami nem normális. Mondjuk én sem vagyok az, de ezt beismerem. Beleugrottam a mágnesbe! A mágnes picsájú Ágnes kurva anyádát! A... azt mondjuk szépen kiszentisztük. Úgy van! Lassabb vagy, mint egy Windows 2.0, gyerünk már. Na, úgy. Benefors. Hát itt sokáig elleszünk egymásra a gyerekek, hogyha ennyire inkompetens módon játszok. Jó, remélem game over lett, és akkor itt most befejezhetem, és mutatotok egy másik játékot. Jó, másik játék. Mi a faszom ez? 1991 Duma Racing. Ahol ilyen gumilovak ugrálnak össze-vissza, ott a közönség... Nem! Elolvassuk ezt még, tehát úgy kiolvassuk így miutátunk a képernyőn. Ez a zenét megállítom, mert tököm tele van vele. És ott a közönség soraiban, vagy szerintem azok nem a közönség akarnak ott lenni, hanem random lovak, akik érdekes módon van köztük pink színű, az egyiknek a két szeme között egy piros kereszt áll ki, és nyerítenek, és nem bírom megérteni, hogy pink lovak. Pink lovak. Pink lovak. És így ugrálnak ezek a gumipacik egyre jobban.
És itt lehet választani, hogy... Érdekes hangeffekt, hogy versenymód vagy így fogadunk. Hoppá, nekem ez a hangjáték nagyon gyanús, mint hogy ezt a Kodi fejlesztette volna, vagy a Joko 1991-ben, ami ezt szerintem közel van az Ideateknek. Szóval lehet fogadni, hogy kire fogadjuk, erre a Kim Jong-ilre, erre a Bárogra, C-re, erre a másik Bárogra, Teo Fabira a Forma 1-ből, vagy egy kigyúrt felére. Hát fogadjuk Kim Jong-ilre. Lesz a második, C lesz a második, Bárog lesz a harmadik, Teo Fabi a negyedik, és akkor így. Én itt most... Nem hagytad, hogy elolvassam a szöveget? Ott trappol egy pacű. Rajta a lovas. A közönség éjjelzik. Dávid Sándornak a szája nagyon vibrál, mint hogyha benyelt volna egy vibrátort. És itt van a fekete ló. Hajjaj, fekete lovas! És itt jön a kettes számú lovas. A közönség éjjel lesz. Dávid Sándornak még mindig vibrál a szája. Sajnos, vele valamilyen probléma történhetett, hiszen mintha ismét tölni magát. És annyit értek a szövegéből, hogy egy. Valószínűleg Martin mondaná itt neki azt, hogy egyes! Itt van a hármas számú ló, akinek a hátán egy... pár pixelnyi... bőr hiányzott, hiszen nem volt a körvonal rendesen megcsinálva. Itt pedig a harmadik lovas. Ugye milyen szép látvány? Közönség továbbra is kitörően éljen ez, és ott a jobb szélen a csaj a közönségben eléggé nagy homlokkal rendelkezik, mint egy ifaszélvédő. Dávid Sándor továbbra is vibráló szájjal beszél. És nézzétek ezt a lovat, akinek szintén hiányzott a hátából valami. Itt jön az újabb lovas. És, mint hogy a déjà vu érzésem lenne, de azt lehet látni, hogy a közönség hátsó soraiban az egyik éjjelzőnek akkora négyzet szája van, és akkora ökle, hogy valószínűleg fiszfákolni szeretné azt a csajt ott a jobb szélen. Dávid Sándorról nem beszélek semmit. Íme az újabb lovas, ami fehér. Lovas, vagyis ló, lol, mindegy. Ugye milyen szép látvány? Csendes, idilli környezet, 2x2 néha 5, a Maci Édi és Dávid Sándorról már nem beszélek semmit! És ott pedig az, hogy 5. Hogyha most tényleg 2007-es éne lenne a kutusa, össze-vissza kiabálnék, hogy mégis mi értelme van ennek a hülye játéknak! Itt van Kim Jong-il. Na. Tegyük meg a tétjeiket. Hát mondjuk fogadok rá, úgy... Úgy... 69-et. 3-as. Teszek erre mondjuk... 16-ot. 2. 10-et arra, hogy 5. Ginella arra mondjuk teszünk. 44-et, és legyen az, hogy 4. És legyen az, hogy 16. És arra teszünk az, hogy 1-es. Most ez kell... Nem érdekel, nem érdekel. Nem érdekel? Nem érdekel? Nem érdekel! Na. És indul a verseny. Most nekem kell nyomkodni itt valamit, vagy nem? Egyleg valami hatás van, mert az a legalsó ló ott kezd fölzárkózni, de mintha az a nyíl előtti ló, vagy az mi van? A nyíl mögötti ló vezetne. Lehet, hogy azért, mert annak nyomkodom itt a gombjait, itt mindig kanyar fog következni. Mindjárt jön a kanyar, és... Igen. Ez szépen megcsinálok, és én ezt most abba hagyom. Mi történt? Leestem. Most nekem kéne nyomkodni valamit. Nem. Tudjátok mit? Én itt szépen elfogyasztok egy szöveg csokit. Kiáltsuk az eredményre.
Azt a fekete lovat egy démon szállta meg? Most úgy őszintén. Ti ebből mit értettetek? Mert én sem. Ne! Nem akarom! Nem! Másik játékmód. Jó. Erre nem tudok itt... Mi van? Van epikus zene ez. Nagyon is erős a zene az, mint a Vike színűenben. Én hol van az első, vagy a gépé? Szerintem a gépé. Mire jó az a... Most melyik gombot kell nyomni? Ti most ebben mit értettek be? Én semmit. Egyre jobban kezdek lemaradni, most akkor ez nem jó. Mit? Emberek. Nem értem. Segítség. Lóverseny. Ne, ki fogok kapni. Ne, nem tud érdekelni. Gyerünk. Kis paci, haladj. Ez a felülnézet. Nem. Nem mondok semmit. Hogy néz az ki? Mi ez a közönség ott a bal szélen? A sok szilva. De mit kell? Értitek? A gépnek semmilyen nyihogó hang, semmi. Ez a hangeffekt. Jaj. Na! Végül is sikerül ezt a játékot is megöldem, azok mint egy japán karakterek lennének ott fönt. Másik játékot nézzünk. Akkor most hadd mutassak nektek egy istenesen fos játékot. Super Donkey Kong. Nem Donkey Kong Country. Semmi ilyesmi. Egy kínai fejlesztésű... Megálltunk közben a zenét. Egy kínai fejlesztésű Donkey Kong játék, amit a... Taijda Ding Dong... Csonka Pici, nem tudom milyen cég fejlesztett, de ők csinálták a Super Contra X-et is. És az egy fos volt. És ez szintén az. Ja, és ők csinálták az Aladdin 2-t is. Aki még emlékszik arra. Az a játék... Egy irányíthatatlan fos! Így. Ábbi ezt is kimondtam. Nem. Lehet választani karaktert. A kinyálazott hajú Donkey-val, vagy menjünk Didi-vel. És itt egy térkép. Erdő. Gomba. Medence. És tovább nem tudom mutatni. És elmondom, mi a problémám ezzel a játékkal. Most... Abszolút irányíthatatlan. Most... mutatom azt, hogy nyomom a jobbra gombot, és el fogom engedni, amikor azt mondom, hogy most. Most. Még egyszer. Most. Közel fél másodpercig magától fog menni Donki. Akinek a színárnyalata, hogy is mondjam, kicsikét furcsa. A bombára vigyázunk, mert a bomba az amúgy megsebel, szóval lehetett látni, hogy fölrobbant. Vigyázzatok a méhekre, amik amúgy rohadtul sebeznek. Amikor Donki megsebződik, akkor ugye levegőben megmakarja a fejét, és... Jó, most itt mutatni fogok valamit. Ezt oda kéne ugrani. Oda kéne... Ez nehéz lesz. Kicsit kell ugranom, az a baj. Mondom, kicsit kéne ugranom.
Na most figyeljetek! Megforgattam azt a sündisztót, nem tudom mi az ott. És berak egy bónusz pályára. Mi a picsa ez? És itt feltenni ezeket a lufikat, meg ott a banánokat. Úgy nem értem, hogy ezt a fősőt, hogy a rákba lehet fölvenni. Mert oda nem fogsz felugrani. Akkor hát nem tudsz ugrani. Hát, lehet mégis. De úgy megpróbálom. Porogjál már, te nagy segít. Hát talán el lehet érni, de szerintem nem. Hát esetleg. Na, még egyszer. Esetleg. Ne, szerintem nem lehet. Mindegy, tovább megyünk. És ott jön az, hogy a játék rákfenéje az irányítás. Mert az irányítás borzalmas. És az a vicc, hogy befejezed ezt a bónuszpályát, közben ott van még egy Luffy, és átrak egy másik pályára? Mi ez? Ráadásul ilyen gömbök vannak a háttérben, amik ezzel a nagyon érdekes zenével kombinálva olyan acid trip, olyan, mint hogyha belennék LSD-zve, nem tudom, hihetetlen. Vigyázzik el arra a narancssárga platformra, ami eléggé vibrál, és ez le fog esni magától, és ki kell centrizni azt, hogy mekkorát kell ugranod, mert figyelni kell Donkey Kong sengét, akinek ráadásul fehér a segge, és rá kell ugrani arra a platformra, és nem fog az úgy menni, hogy csak úgy ráugrasz, mert lehet, hogy mellé fogsz esni, és figyelni kell arra, hogy pontosan akkor kell ugrani, amikor ez a másik platformén, és akkor át kell ugrani erre a másik platformra, és hogy ez nem fog úgy sikerülni, akkor le fogsz esni, és el fogsz veszteni egy életet, és ez egy kurva szar játék, és ezt már többször elmondtam, és ezt nem azért mondom, mert tettetem azt, hogy ez egy szarjáték, mert ez egy tényleg szarjáték, mert az irányítás egyszerűen borzalmas. És mi ez a háttér? Könyörgöm! Hát tényleg, milyen háttér ez? Most várjuk a platformot, jó, ott jön a platform, és tökéletes, hogy így figyelj kell arra a méhre, amit így nem is látsz, hogy vakon fogsz belemenni, figyeld meg. És átesek a platformon! Hát ez mi? Hát ez pofátlanság, bazd meg. Ki kell állni teljesen a jobb hát fair, mit ne mondjak. És ennyi volt ez a pálya, amíg ilyen Tetris blokkok között lett vége. És itt egy boss. Ez itt kérem szépen egy boss. És meghaltam. De ne dobáld azt a tüskés szarokat. De a hangeffekt ez perfect. De ráadásul gombaszárak, gombacs izék van. Kalapokon ugrálok. Nem ölsz meg. Igen, ezt mindig el fogom játszani, amikor ráugrok a fejére. Direkt. Ja, hogy azok ott... Hú, azért a szemét dolog. Na, gyerünk. Megöltem. Ez a látvány, meg azok a ceruzahegyek ott fönn, meg ezek a nyalókák, kockák és mit tudom én mik. Priceless. És itt egy jelszó, mert van jelszórendszer a játékban. És neked kell kilászolni azt, hogy melyik pályára mész. Tehát itt kezdtünk, és nem is jutottam ennek a játéknak, vagy ennek a pálynak a rákfenéjét. Berakott a gömbbe pálynak a közepére, és nem engedt tovább. Megcsináltam a gomba pályát az előbb, baszki. Mindjárt akkor visszajönk erre a pályára, nem érdekel. Úgy 6 pályás játék, vagy 7, vagy nem tudom, de nagyon kevés. Szóval, az előbb láthatatok egy ilyen furcsa levágást ebben a játékban. Az első pálya elejéről átrakott a második pályának a végére, érthetetlen módon. Úgyhogy abba a tüskés forgó szarba beleforogsz. Ki ez a hülye, aki azt gondolná, hogy az ott kérem szépen az ott egy levágás a következő pályára. Az ott egy levágás? Akkor ez az erővel én pedig Nobel békedíjat érdemelnék, és a képenben robbantott egy bomba. Nevetséges. Jó, akkor most lemegyek, mutatom, hogy miért. Láttátok azt a falatot, ami most így megváltozott? Közben itt ez a mély, ez így vibrált, hogy lát. Az ott kérem szépen ennek a pályának a checkpointja. Az a fal! És hadd kérdezzem meg tőletek. Ti merre mennétek most innen?
át arra a platformra, amire most nekem nem sikerült ráugranom. Vagy... vagy... bocsánat. Vagy át itt, mert logikusan gondolkod, azt hinnéd, hogy itt a pálya vége. Kapsz egy ilyen blip hangot, figyeljetek, mi fog történni. Berakott egy ilyen bónusz pályás szerűségre, és figyelni kell, mert itt az irányítás, mondom, nehézkes nagyon, főleg itt. Figyeljünk arra, hogy ne essünk le, ne rohanjunk le. Igen, oda-vissza kell nyomni, ez egy félszerű. És itt tovább mennél, nem tudsz tovább menni. Leesni nem tudsz, mert akkor meghalsz és elveszesz egy életet. Na kérem szépen. Amit ez a játék itt produkál, az abszolút egy szánalmas. Nagy betűkkel, S-A-N-A-L-M-A-S, le is betűzöm, szánalmas. Nem erre kell eljönni ugyanis, hanem arra, ami az előbb mutattam. Erre itt. Ki az az aberált, idióta, őrűz faszkap, aki ezt kitalálta, hogy erre kell tovább menni? Most, hogyha te játéktervező lennél, te így csinálnád meg, hogy így kell tovább menni a következő pályára. Most, megmondom nektek őszintén, totálisan véletlenül jöttem rá arra, hogy itt kell tovább menni, itt, belemész abba a falba. Persze, vannak ilyen más játékokban is, de ez... Nem értem, hogy ez hogy. Jó, akkor tovább menjünk itt. Ugye milyen ismerős, mint hogyha... az ott, hogy semmiből jött elő, vagy nem figyeltem oda egyszerűen. Jó, hogy egy levegőből esett, hát az úgy... Price lesz, mit nem mondjak, price dolog, mit nem mondjak. És akkor itt szögdécselünk. Mi a faszom talált el a levegőben? Honnan láttam volna, hogy ott valami eltállt levegőben, de micsoda? Most... hát jó, oké. Valami eltállt, de nem tudom mi. És akkor itt jó, megyünk tovább, mindjárt itt a pálya vége, ha jól emlékszem. Na, és megint itt egy kérdés, szerintetek hol van a pályának a vége? Tippeljetek, hol van a pálya vége? Itt fönt? Lehet. Vagy itt lent? Hát oda most nem mehetsz, szerintem Gyula. Mert... hogyha előző gondolatba kiindul, azt mondanád, hogy ott van egy fal, biztos ott a pálya vége, vagy ez a szakadék. Nem! Nem ott van a pálya vége. Ennyire inkonzisztens checkpointokat és pályabefejezési pontokat hogyan tudtak csinálni, nem értem. Nem erre kell tovább jönni most. Nem úgy, ahogy először gondoltam, nem itt kell bemenni most, végül is. Ugye milyen jó? És megkapod a jelszót, és mehetsz tovább a gombapályára, aminek a közepére jöttem be az előbb, ugye az első pályáról, amikor beleforogtam abba a szarba, és kapásból ilyen nehézkesen manőverezhető platform ugrásokkal kell kezdened. És lehet, hogy úgy tűnik, hogy én viszonylag könnyen játszok ezzel a játékot, de már megszoktam, hogy ilyen szar játékokkal játszok, hogy ilyen szar az irányítás, de higgyétek el, hogy azért ennek a játéknak az irányítása nem egy piskóta. Figyelni kell arra, hogy ne fuss túl, ne ugorjál túl nagyot, ne ugorjál túl kicsit, ne essél bele az ellenfélbe, majd karisz be de jósz, de nekem van egy kettőm, és most váratok a platformra, megint itt van egy maja méhecske, egy ilyen rohadt madár, hát bird, buzi madár, DuckTales, meg A-Face, meg minden szaj, és akkor itt most rá kell itt ugrani a platformra, ami, ezért ez nagyon szép dolog volt, köszönöm szépen. De ne akkor forraj, ember, ezért az... Jó, na, úgy, igen. Jó, ez megvan. Jó, azért kicsikét nehezebb dolgot, ne várjunk már. Ez az komoly pont a végén ugrok fel. Na, úgy, azaz. Igen, az ott honnan jelent meg, mindegy. És gondolnád, hogy erre kell tovább menni? Nem. Na, kinek ismerős? Kinek ismerős? Nekem kezd ismerős lenni ez a pálya, nektek nem? Még nem tartunk ott, de mindjárt ott leszünk, nyugi. Ez a zene, ez annyira idegesítő. És ez volt az első pályarész. Na és akkor, ugye... Na, kinek ismerős, hogy innen kezdek? Ez komolyan mondom, ez egy szar játék. De tényleg... Gondolkodtam azon, hogy én ezt... Egyszer bemutatom így normálisan, de... Megint... Lerohan, bassza meg. Pedig elengedtem elég a gombot. De ne essél, ne rohanjál már le. Te nem Donkey Kong vagy, te Donkey Kong vagy, mit tudom én.
Hagyjuk! Következő játék. Igen, most több játékot fogok egy videóba besűríteni. Ez egyfajta kárpótlás akar lenni. Azért, hogy nem volt mostanság csendes videó. Vagy így értelmes videó, mert én szerintemeket kellett csinálnom. Nekem nem az szerintem az elsődleges, ezt többször is mondtam, most is kihangsúlyozom, hogy én inkább játszani szeretek, ahelyett, hogy ilyen szerintemekkel dolgozzak. Na, következő játék. Na, ez valamennyire ismerős. Ó, na kinek rémlik ez a játék, ez bizony kéne szépen egy Columns Clone. Na. Kinek ismerős? Tegye fel a kezét, akinek ismerős ez gyerekkorából. Nekem amúgy igen. Ezek kurva sokat játszottam. Pedig, valami szintén gyerekként nem nagyon vágtam az ilyen logikai pőzli játékokat. De, jaj, telt volt az idő, nagyon sablonos mondat, tudom. Akkor így valahogy megszoktam, megszerettem, valami ilyesmi, és ennek a játéknak az a lényege, hogy három ugyanolyan alakzatot, három ugyanilyen színű kell elakítani, mint például később, most véletlenszerűen így jött ki. Lehet átlósan is, lehet egyenesen, máshogy nem lehet. Mutatom, hogy átlósban hogyan lehet, csak először kéne ahhoz egy olyan... Na, figyeljtek, tehát itt most középen rakom, és itt ezt átlósan, értitek? És ki lehet így pontokat gyűjteni. Ennyiből áll ennek a játék a lényege. Hang Ximvej egészen kellemes játékot alkotott, és kalózkazikon nagyon gyakran megtalálható volt ez a játék. Nem is csodálom, mert ez egy egész kellemes játék. Értelemben egy egyszerű ezt megprogramozni, és hát végülis ez egy Columns Clone, akinek volt Szegája, szerintem tudja, miről beszélek. De tényleg az ott szép volt. Szóval ezzel, hogyha szereted az ilyen logikai játékot, simán el lehet tölteni az időt. Persze nem olyan bonyolult, meg nem olyan extra hű, de szuper kinézetű, de tényleg ez egy fasz a játék, én ezt elismerem. Azért kalózok is tudtak jó játékot csinálni, ez egy kicsit példa rá. És tudom, hogy most nem játszok úgy viszonylag jól, magyarázok ezekről a játékokról, de azért kell ezt is csinálni néha. Hát ez itt megint szép, mit nem mondjak. Nem tudom én, így. Ezért egy párt meg kellett csinálni, értitek, hogy level 1 legyen, és akkor level up! Igyekszem egy viszonylag szép kombóval tovább lépni. Azért még nem jó. Na. Így. Kiktattuk az... Na úgy. Hoho! Na. Ebből többet nem is kéne mutatni, mert a lényegét megmutattam. De van benne keresztap a zene. Ezt így elmondom nektek. Szóval aki többet játszik ez a játékkal, rá fog jönni. Na ennyi lett volna azzal a random ilyen összeállítás videó. Köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet. Turostáska, sajtos kifé és Ofred. Sziasztok!